Filmszemle helyett tüntetés. Az elmaradt filmünnep miatt transzparensekkel, hangszórókkal demonstráltak többen az Urániánál, köztük rendezők és színészek is. Azt mondják, az utóbbi másfél évben egyetlen film sem készült a Nemzeti Filmalap támogatásával, emiatt több mint 1000 ember lett munkanélküli. Eddig mindig február első hétvégén rendezték a filmszemlét. Az idei lett volna a 44., de elmaradt, mert nem tudnak új filmet levetíteni. Ilyen még nem volt, nem volt arra példa fél évszázada, hogy alkotásuk hiányában maradjon el a szemle. Az elmaradt filmszemle miatt demonstráltak többen az Uránia bejárata előtt. Színészek, rendezők, háttérmunkások mind ugyanazért jöttek. A filmgyártás egy lassított és felülről irányított pályára került. A kultúránkból megint kihasított egy darabot az önkény. Az idei lett volna a 44. filmszemle, de az elmúlt egy évben azt mondják, egy filmet sem készítettek, nem volt miből. Jeles András, Kocsis Ágnes, Török Ferenc, Szabó Simon. Korábban évente 20-25 nagyjátékfilm is készült, az utóbbi másfél évben azt mondják, egy újat sem láttak. Emiatt a nemzetközi fesztiválokon sem lesz idén magyar film. Két éve a Berlinálén Tar Béla a Torinói Ló című filmje nyerte a filmkritikusok díját. Egy évvel később Fligauf Bence csak a Szél című filmje bezsebelte a zsűri nagy díját. Tar Béla azt mondja, boldogan rendeztek volna filmszemlét, de nincs mit levetíteni. Azt lehet mondani, hogy de ideértve a dokumentumfilmet, az animációs filmet, én most megkaptam ezeket a jelentéseket, amiket a kollégák készítettek, nincs film. Nincs film, senki nem dolgozott az elmúlt két évben. Lehet, hogy állítólag elkészült egy film, ezt szeretnénk látni. Szerinte több mint 1000 ember áll munkanélkül. Andy Vajna kijelentésére, miszerint Tar Béla már nem része a magyar filmiparnak, azt mondta, több eleganciát várt volna a kormánybiztostól. Elég hosszú erre. Az Urániában a Filmművész Szövetség rendkívüli közgyűlésén többen is a filmipar rossz helyzetére panaszkodtak. A filmes szakmában szerintem politikai enstant történt, a grunda a pásztor fiúké lett, legitimációjuk alapja a Pál utcai fiúk korábbi ténykedésének folyamatos ócsárolása, pedig elegendő lenne annyit mondani, hogy hát srácok, a tulaj most bennünket támogat, most mi alkotunk itt játékszabályokat, mi mondjuk meg, hogy ki játszhat. Azt mondták, még egy filmet sem mutattak be, amely a másfél éve létrejött filmalap támogatásával készült volna. Andy Vajna az egyik filmes szaklapnak nemrég azt nyilatkozta, az első 5 filmalap által támogatott film már majdnem készen áll, és nem sokára elindulhat további 6 forgatása.